No, hát ugye felszereltem a kamerákat, a Facebook oldalon volt erről videó, és már is találtunk valakit, illetve nem is egy valakit. Több behatolót is. Csak azért az egy valakiset mutatom, mert itt közelebb fog jönni. De az előbb lehetett látni, hogy legalább ketten vannak. 2:30 valamennyikor kettő mozgás lehetett itt látni. Tehát két patkány van a farakásban. Legalább. Mert egyszerre ketten mozogtak, de ez egy kicsikét most bátrabb ez a következő, és előjelre jön. Na, itt lehetett látni, villant a szeme, itt van. És hát igazániból én szerintem ez patkány. Egy egeret nem lehetne ebből a távolságból látni, az egyszerűen túl kicsi lenne, főleg ennyire. És hát a közelebb jön, akkor azért lehet látni, hogy eléggé patkány alakja van. Kicsit lehet nagyítani, de ez jelenleg inkább csak a pixel erdőt növeli a nagyítás. Ez szerintem patokány. A másik az most nem tudom, hogy hol van, de közeledik. Ide egész közel fog jönni. Viralati. Ugye itt a kamera, itt a házvonal a durván, itt. És bizony ez közeledik. Hát messze neked 2 megapixel full HD, azért hogyha benagyítom itt, azért ilyen nagy csodákat nem lehet várni, mondjuk, hát eléggé meg is tömöríti, tehát azért ez inkább a tömörítésnek hála. Átállítottam H265-re, de egyébként 264 volt az alapértelmezett algoritmus. Én nem láttam egyébként minőségi különbséget így ránézésre. A kettő között viszont ez jóval kisebb fájl méretet ígér. Be lehetett volna még pipálni a 265 pluszt, de azt nem akartam, mert az már így szemmel láthatólag csúnyán volt. Itt van a farka, egy picikét látszik néha, bár a YouTube-ra fölmegy, nem tudom, hogy mennyi fog ebből látszódni, de itt a farka neki. Púpos test, kis fej, ez szerintem egyértelműen patkány, itt a farok megint. Nem tudom, hogy ebből utótömörítve a YouTube-on mi fog látszódni, de ez szerintem egy patkány. Látjátok, itt lehet látni a farkát időnként. És hol vannak ilyenkor a kutyák? Miért nem kapja a jabuc? Jabuc már egy jó pár ilyen kisebb élőlényt itt elkapott. Lesz csillognak a szemei veszettő. Ugye 3 óra 45-nél járunk, ezek a fények itt távol, ez pedig az autópályának a távoli fényei, jött mennek az M1-es autópályán az autók. Itt van, most egész közel jött, látszik a farka, most egyértelműen látszik a farka. Tehát ez 7 centség, vagy patkány. És nagy vígan itt ugrál a rohadt anyját. Tudj, és most vissza van nekült meg ilyet valamitől. Na, hát ennyi volt az első fogása a biztonsági kameráknak.